Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír október 1-ére. Ezen a napon Merkur bolygó megáll, tehát megállnak az események. Vagy azt is jelentheti, légy visszahúzódó, ne beszélj a terveidről, hanem várj egy kicsit. Ezen a napon ki tudod pihenni magadat, vagy kellene a belső nyugalom, vagy meditáció, és utána október 2-ától Merkur bolygó előre halad. Akkor előre mennek az események, lesz mozgás, tárgyalások, szerződések, tanulás vagy beszélgetések. Ami még fontos, hogy Merkur bolygó az indiai számítás szerint a szűz jegyében van, és ennek van gyógyító hatása is. Azon kívül ebben segít a hold mozgása is, hiszen a hold összefüggésben áll a kígyó tartó csillagképpel. És ez a kígyó tartó nem más, mint a görög mitológia szerint Asklépiosz, az égi orvos. Itt is van a gyógyító erő. Ami azt közli velünk, hogy most, október elején kell a nyugalom, kell a pihenés, és ennek van gyógyító ereje. És a napokban majd úgy előre mennek az események. Október 8-án Plutó bolygó megáll, utána előre halad. Az indiai számítás szerint Plutó bolygó a bak jegyében van a Föld elemében, és Merkur bolygó, azon kívül Vénusz bolygó szintén, a szűz elemében van, a föld elemében. És a föld eleme, és a föld eleme, a bak jegye és a szűz jegye harmonizál egymással. Itt lesz egy idővallum október 1-e és október 8-a között. Ez az időszak előnyös arra, hogy lezárj bizonyos témákat, lezárj bizonyos kapcsolatokat, ami eddig előnytelen volt számodra, hogy meglegyen a belső erőd, a hited, hogy lesznek változások, lesz egy új irány, hiszen Merkur bolygó az irányt változtatja most, és Plutó bolygó október 8-ától szintén az irányt változtatja, tehát előre mennek az események, lesz mozgás, ez lehet egy új kezdet is. Itt lesz egy idővallum október 1-e és október 8-a között. Ez az időszak előnyös arra, hogy lezárj bizonyos témákat, lezárj bizonyos kapcsolatokat, ami eddig előnytelen volt számodra, hogy meglegyen a belső erőd, a hited, hogy lesznek változások, lesz egy új irány, hiszen Merkur bolygó az irányt változtatja most, és Plutó bolygó október 8-ától szintén az irányt változtatja, tehát előre mennek az események, lesz mozgás, ez lehet egy új kezdet is. Ami a mai napot, tehát október 1-ét illet, tartsd meg a nyugalmadat, a békét, légy visszahúzódó, ne beszélj a terveidről, de gondolkodj el azon, hogyan tovább, milyen célok vannak, hol kell ez a gyógyító erő, mit szeretnél rendezni a környezetedben. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!